soha nem voltam elutasítva, soha nem értem azokat a sztárokat, mert Magyarországon szerintem nem lehet sztárokról beszélni, akik ezt nem teszik meg, akit elutasítva. Hát nem azt, nem, miből lettünk híresek, nem azáltal, hogy a közönség felemelt minket, vagy hogy nem, akinek játszunk, akinek csinálod, aki néz téged, az miért nem menjen oda, mehetne oda hozzád azt mondani, hogy szia, egy fotó, hiszen ők tettek engem nagyjá, nem a pénz, vagy nem a siker, vagy a barter szerződések, vagy a reklám cuccok, azok, akinek csináljuk, ők a mi létrefokjaink, fokaink. De az is lehet, pont azért vágynék el valahol, vagy elutazva, vagy bármit csinálni, lehet, hogy ott is megpróbálnék egy, ha lehetne olyat csinálni, hogy egy másik országban a nulláról felépíteni megint valamit, csak hát az élet az már kevés. Ha valamit kipróbálni, hogy mondjuk mit tudnék én most kihozni egy szigeten, vagy Amerikában, vagy Angliában. Lehet, hogy pont azért, hogy tudja, hogy milyen az átlag emberek élete. Mert bizony, hogyha kilépek az országhatáról, nekem már nem tudják, hogy... És ezért szeretek mondjuk külföldön is lenni egy kicsit, mert nem az... Le tudod vetkőzni ezt a... Igen. Én még mindig a gyermeki rácsodálkodásra élem meg azt, hogy én hova jutottam és honnan jöttem. De még mindig tudom, hogy honnan jöttem. Ez a legfontos. Nem. És ez nekem baromi fura, hogy ott a Sport utcából veled beszélgetek, akik megint csak nagyra tartanak, és elképesztő dolgokat csinálsz, és én is szerettem volna, és hogy így hozta a sors, vagy a szerencse, hogy mit találja, a szerencse az biztos, hogy mi is itt ülünk. És ugyanilyen rácsodálkozással találkozom Molnár Piroskával, Benedek Miklóssal, az ország legmenőbb sportolójával, Jennyval, tehát bárkit tudok mondani, hogy ez komolyan, tényleg ez a csávó, és hogy mindig ezt élem meg. És valószínűleg ilyen lehet az is, amikor valaki velem találkozik. Igen. Hogy elmondja azt, hogy találkoztam Szabolcsban. Szeretettel üdvözöllek titeket, ez itt a Teremtsd Újra Önmagad beszélgetés sorozat, és folytatjuk beszélgetésünket Szabó Győzővel. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Azzal zártuk az előző alkalommal, vagy hát gyakorlatilag a beszélgetésünk első felét, hogy milyen fajta függőséget okoz a gyerekeknek ez a kütyűmánia, és hogy a te képernyőidőd az nagyjából tényleg a funkcionális dolgokra szűkül, 21 néhány percet használod naponta. Hogyan lehet vele kapcsolatba lépni? Tehát social media platformokon egyáltalán nem is szerepelsz, hogy ilyen limitáltan állsz ezekhez a dolgokhoz? De fenn vagyok, minden platformon fenn vagyok, de nem én kezelem az oldalamat. Én csak leadom az anyagokat, hogyha van fotó, vagy bármilyen, akár bartel, vagy bármilyen dolog. Persze olyat képeket nem használok, vagy nem teszek fel, ami a családi fotók, vagy mondjuk a gyerekeim rajta vannak. Őket megkímélném ettől, és egy nagyon kedves csapat, Petra és Anti teszik össze a dolgot, és ők értve ez a dologhoz nagyon, és ez is fontos, hogy legalább ők értenek hozzá, mikor kell, milyen időben kirakni, mikor vannak legtöbben, mikor a legsűrűbb a nézettség. Úgyhogy mi az, amit emberek szeretnek, milyen képkivágás, milyen filtert használjunk, ezeket mind szakemberek csinálják. Csinálják ők meg, ez persze nem ingyen, megcsinálják, és én csak időnként ránézek. De nem szörfözgetek órákig, meg cicákat nézeket. Érdekes, hogy az Instagramot ugye kinyitom, a kereső felületet, és tulajdonképpen csak ugyanolyan cicavicák jönnek ki. De komolyan, ugyanúgy néznek ki, csak az egyik Olaszországban van, másik Magyarországon, Csehországban, Litvániában, tök mindegy. Ugyanaz a posz, ugyanaz a pozíció, ugyanaz a csücsörítés, ugyanaz a képkivágás, ugyanaz minden. Arctalanság, és ez nagyon-nagyon nem tetszik nekem. Van egy ilyen mondás, hogy minden ember egyedinek születik, de legtöbben másolatként halnak meg. Nekem ebből a pár gondolatban, amit most mondtál, úgy kihangzik az a fajta lázadás ez ellen, hogy csak ugyanolyanok ne legyünk, tehát mindenki legyen de inkább különböző. Miért akarunk ugyanúgy kinézni? Miért akarunk ugyanolyan száját, ugyanolyan szemöldöket, ugyanolyan... Ez pontosan lehet látni, hogy nem igazi, mondjuk, érted? Tehát, hogy miért akarunk? Régen emlékszem, hogyha valaki, most mindenki ugyanolyan táska, emlékszem arra, hogyha régen az egyik osztálytársam, hogy egy csaj rátott egy táskát valahol, tehát tudta, hogy a barátjának azon, akkor megkérdezte, hogy megveheti azt a táskát, mert akkor neki is olyan esik, azt mondta, hogy nem szeretném, mert én csak nekem van, érted? Ma ez nem. Most az a pont az a lényeg, hogy mindenkinek ugyanolyan nadrágja, ugyanolyan cipője, ugyanolyan haja, ugyanolyan szeme, ugyanolyan. Tehát ez elképesztő. Tehát ez nem is értem, hogy ez miért igénye valakinek. És hogyha a nőkről beszélünk, miért igénye egy pasinak, hogy ez neki tetszen. És én minden megértek, vagy hogy ezt elfogadja.
Nekem nem kell ilyen, nekem nem is volt soha olyan nőm, partnerem, szeretőm, akiben bármi nem volt igazi. Érted? Uh-huh. Rezes Judit, az én, sokan azt mondják, hogy a feleségem minden, hogy így jelenik meg, mert mennyasszonyom, egy jó humorú, tiszta, őszinte, és igazi ember, nem egy másolat. Ilyen a lányom, ilyen lesz a fiam is valószínűleg, és a kicsi is. Külön-külön egyéniségek. És pont ettől szép a világ. A beszélgetésünk első felében utaltál arra, hogy majd elárulod nekünk, hogy mitől vagy te más színészként, mint a többiek. Megosztod velünk? Szerintem a nyitottságom mindenre. Én azokat az élethelyzeteket, én minden élethelyzetet szeretnék megélni. Soha nem bújtam el, soha nem zárkóztam el, bár sokan azt gondolják elsőre, hogy én zárkózott, hogy magamból keveset adó ember vagyok, pedig ez nem igaz. Csak közel kell kicsit kerülni hozzám, és azonnal változik a képlet. A nyitottságot arra értem, hogy iszonyúan figyelek. Pontosan leszűröm, leszkennelem a világot magam körül, és ez nagyon-nagyon fontos. És figyelek a másikra, és ezt érzik. Nagyon fontos, hogy mennyire másképp viselkednek az emberek akkor, hogyha nyitsz feléjük. Én nagyon sokat utazom, rengeteg ilyenre utaztam a világban, arról is megjelent egy könyvem, de hogy én nem a turista, és az is, persze megértem, van, az is, aki ezt szereti. Befizetett folklór programokra, olyan helyre megy, hogy csak biztosan legyen magyar étlap, elmegy és viszi a buszt, lerakja, persze itt van, legyen, aztán gyere vissza. Én is egyszer megcsináltam, ezt nem tetszett, csak azért nem akartam nézni. Én mindig az autentikus világban vonalon mentem be, és soha nem mentem a zöld úton végig. Kínától, Afrikáig, Mongólia, amit tudunk, Izland, rengeteg ilyen voltam. Én oda mentem, és mondták, hogy ez veszélyes. Nem veszélyes, hogy te azt vagy, hogy te, ha azzá válsz, amik ők, és valaki barátom mondta, hogy érdekes, akivel rengeteget utaztam, hogy ha Afrikában vagyunk, akkor egyszer csak elkezdnek afrikaivá, vagy arabbá válni, hogyha, és ez jellemzően így van az országokra, bárhol, bármikor. Megtanulok szavakat, mit, hogy mondják, mert érdekel. Hogy mondják azt, hogy civacs, hogy mondják, hogy kanál, ő elmondja, és tak bejegyzem, és berakom, mert a színészként jó memóriával, és karbantartott, nem csak fizikailag, hanem mentális és minden szinten karbantartott embernek tartom magam. De nagyon fontos, hogy ami talán az örök fiatalságnak is egyfajta, vagy a gyermeki léleknek is a kulcsa vagy záloga lett, az, hogy mindig trenírozza az agyadat. És én minden nap vagy logikai játékok, akár sudoku, akár bármi játszom, vagy megfejtek dolgokat, mert ez nagyon fontos, hogy egy verset nézel, tanulsz, olvasol, új dolgokba kerülsz bele, most csapongok, de így élem az életet, és így megyek be a világokban. Mint Woody Allennek volt egy filmje, ami az a cím, hogy a Zelig. Ő volt a Zelig ember, aki az azzá változott, aki mellé került. Hogy egy maszáj harcos került mellé, akkor azzá, de akkor ténylegesen barna lett a bőre, azzá változott. És én ilyen Zelig embernek tartom magam. Az leszek, aki a partner, akivel beszélgetek, és ezt megérzik, és rögtön nyitottabbak. A legveszélyesebb helyzetben voltam Afrikától kezdve sok helyen, de ha félsz, ha idegen vagy, eltartod magad, akkor nem ilyen lesz. Ugyanígy ez vonatkozik Magyarországon, kis világunkban, arra, hogy én igenis, és nem azért, mert ez valamilyen szakmai önfejlesztő kurzus meg taktika. Ha kell, akkor egy tabdi borozóban megyek le fel a csatinni. Ha kell, egy első osztályú étteremben ebédelnek, mert pont ezt érzem. Villamoson utazom, buszon, és meg azokat a hülye szó, hétköznapi emberek által megélt élményeket is keresem, mert amit az előbb is mondtam neked, hogy ismert emberként bizony, én nem tudom pontosan megítélni, hogy milyen lehet egy magyar átlag embernek az élete. Fogalmam sincs, hogy élnek, de így, hogy ilyen szivacs embernek, vagy ilyen zelig embernek tartom magam, így tudom, hogy nagyjából mi zajlik körülöttünk. És ez fontos. És ezért tudom, hogy hogy nyúl a poárhoz egy diplomata, és hogy nyúl egy poárhoz ugyanaz a poárhoz egy nagyon szomjas ember, vagy hogy nyúl a poárhoz egy olyan ember, aki egyáltalán nem szomjas, érted? Egy olyan, aki
aki a szegregátumban, innen-onnan, vagy a nem érti az etikettet, vagy annyi fajta van. És annyi féleképpen lehet egy poharat megfogni, amiben víz van, hogy azt el nem tudod képzelni. És én ezt keresem. Nem biztos, hogy pontosan azt találom meg, ahogy a karakter, akit játszom, az hogy emeli meg a poharat, hanem ezekben nagyon sok rejlik, a részletekben. És ezeket keresem. És én ezért szeretek itt élni Magyarországon, meg szeretek az lenni, aki vagyok. Imádom, hogy beszélsz az életedről, a kalandokról, amit megértél, amit megéltél. Kíváncsi vagyok arra, hogy vannak-e olyan pontok, vagy van-e bármi, ami így beúlik egy olyan kérdésre, hogy mi az, amit megbántál, vagy megváltoztatnál, vagy nem úgy csinálnál, hogyha megtetnéd egy ilyen varázspálcával. Nem bántam meg semmit. Mert ez pontosan minden úgy alakul, ahogy alakulnia kellett. Én nem is nagyon kérek bocsánatot emberettől, hiszen nem. Nagyon ritkán tudok, lehet esetleg a szó erejével, vagy fegyverével bántani embert, de megbánni nem bántam meg semmit. Azt a 10 évet sem bántam meg, amit a drogokkal eltöltöttem, azt sem bántam meg, hogy a lányom 6 éves korában, amikor 6 éves volt, akkor elhagytam a családot, elhagytam őt, a feleségem, ezeket nem bántam meg. Én lehet, hogy a napnak, vagy a mostnak élek, nem tudom. De semmiképpen sem, ha úgy tetszik, vannak ugyan a céljaim a jövőnek, vagy a múltnak. A múltnak egyáltalán nem élek. Miről álmodtál gyermekként? Kamionos akartam lenni. Első körben. De szerintem minden gyerek az sportutcában, ahol én fölnőttem, Nyírbátorban kamionos akart lenni, de nem voltak vágyaim. Azt tudom, hogy volt egy pont, amikor 14 éves koromban eldöntöttem, hogy én nem szeretném azt a kisvárost. Akkor kerültél fel Budapest egy bőröndel, igaz? Igen. Akkor kerültem a képző és iparművészeti szakközépiskolába, a Törökpál utcába. Uh-huh. Játék és rajzfilm készítő grafikusként. Uh-huh. Nem akartam Nyírbátorban maradni, és azért 14 éves, 13 éves gyerek agyában ez már megfogalmazódik, akkor az elég. Az már mutat valamit, vagy jelent valamit. És miről álmodsz most? Most vidéken szeretnék. És nem, kamionos akarok lenni. Na, megint. Volt egy film, amiben egy nagy teherautót vezettem, és az nagyon nagy élmény volt. Most, ha tehetném, én simán egy évig nem csinálok semmit, csak mennék. És magamnak, a családomnak és magamnak. Persze ez a sorrend, de hogy most egy kicsit ugye elvonulnék. Most azt érzem, az jót tenne. Az nagyon jót tenne. Miért nem teszed meg? Valamiért, mert elsőképpen azt érzem, hogyha én egy hetet, és most ugyanígy vagyok ezzel itt a pandémiás helyzetben is, hogy én megőrülök, hogy nincs közönség, megőrülök, hogy nincs taps, hogy nincs röhögés, nincs... Nem érzem, zajlik körülötted így? Igen. Az biztos, hogy nem bírnám sokáig csinálni. Most akkor ez egy vívódás benned, hogy vágysz is arra, hogy leállj, meg arra is vágysz, hogy legyen ilyen. De az is lehet, hogy pont azért vágynék el valahol, vagy elutazva, vagy bármit csinálni. Lehet, hogy ott is megpróbálnék egy... Ha lehetne olyat csinálni, hogy egy másik országban a nulláról felépíteni megint valamit, csak hát az élet az már kevés. Vagy valamit kipróbálni, hogy mondjuk mit tudnék én most kihozni egy szigeten, vagy Amerikában, vagy Angliában. Lehet, hogy pont azért, hogy tudja, hogy milyen az átlag emberek élete. Mert bizony, hogyha én kilépek az országhatáron, nekem már nem tudják, hogy... És ezért szeretek mondjuk külföldön is lenni egy kicsit, mert nem az... Le tudod vetkőzni ezt a... Igen. Bár nincsenek sztár alúrjaim, meg bárki hozzám oda jöhet. Ezt megerősítem abszolút. Nincs, bárki oda jöhet az utcán. Fényképet akar, aláírást akar, két szót akar velem beszélni. Soha nem voltam elutasítva, és soha nem értem azokat a sztárokat, mert Magyarországon szerintem nem lehet sztárokról beszélni, akik ezt nem teszik meg, akit elutasítva. Hát nem azt, nem, miből lettünk híresek, nem azáltal, hogy a közönség felemelt minket, vagy nem, akinek játszunk, akinek csinálod, aki néz téged, az miért nem menjen oda, mehetne oda hozzád, azt mondani, hogy szia, egy fotó, hiszen ők tettek engem nagyjá, nem a pénz. Vagy nem a siker, vagy a barter szerződések, vagy a reklám cuccok. Azok, akinek csináljuk, ők a mi létrefokjaink, vagy fokaink.
Erről a történet jut eszem, ami Sam Waltonról szól, aki a Walmart áruházláncnak volt az alapítója, és egyben a világ egyik leggazdagabb embere, és ő mindig azt mondta, hogy mindegyünknek egyetlen főnöke van, és ez nem más, mint a vevő. Bármikor dönthet úgy, hogy kirúg minket, csak azáltal, hogy elmegy máshol vásárolni. Persze. Tehát ez, amit meséltél, ez abszolút erről szól, hogy jól lenne emlékeznünk erre a... Hát figyelj, ez biztos, hogy akit elhajtott, mert én tudom, nem mondok neveket a színészről, aki elhajtott a szerencsétlen rajongót, ez biztos, hogy ott összetört valami. És nem mondom, hogy hozzám jött át, de hogy legalábbis az biztos, hogy egy embert elveszített. És ennek semmi értelme. Amikor hallgatlak, akkor mindig az a gondolat, hogy teszem, hogy born to be wild, ez a egy ilyen vadnak születtem érzés van benned. És kíváncsi vagyok arra, hogy egy tökös fiú vagy, hogy mi az, amitől félsz, Szabó Győző? Hát pont ettől, hogyha valakit elvesztek, hogy valakinek elvesztem a bizalmát. Az nagyon. Egy félreértés miatt volt egy nagyon kedves barátom, aki egy félreértésből kifolyólag kegyvesztetté tett, és aztán sok évvel később kiderült, hogy egy jágói sugás volt az egész, és egy rossz döntés volt a részéről, de ezt már nem lehet megjavítani soha többet. És nincs benned egy bizonyítási vágy, egy megfelelni akarás? Az nincs ilyen benned? Most nem ebben az esetben... De lehet, hogy van. Már csak azért is lehet bennem ez, mert egy Nyírbátorba jöttem föl, nagyon messziről. Csodálatos nevelést kaptam, magáztam a szüleimet mindig is. 14 éves korom óta nem élek velük együtt. A kollégiumi évek, a Budapest, az a osztály, ahol hárman voltunk vidékiek, a pestiek azért mindig kicsit orfönt tartva, kicsit tokendien kezeltek engem. Egy vidéki fiúnak első körben pestinek kellett lennie, vagy azzá kellett válnia, és aztán utána összes többi választ, ahonnan jöttem. És benne van az, hogy én találkozom mondjuk a Haumann Péterrel, vagy itt dolgozom a ország legnagyobb színészeivel, akiknek szinte mindenkinek a neve benne van a telefonomban, vagy jó ismerősöm, hogy én ezt milyen messziről kaptam meg ezeket az ajándékokat, a kapcsolatokat, az embereket. Hatalmastat jártál be. Igen, és én nem gondoltam, hogy ezeknek az embereknek a haverja leszek, a De belenőttél ebbe? Belenőttél ebbe? Még nem teljesen. Én még mindig a gyermeki rácsodálkozással élem meg azt, hogy én hova jutottam és honnan jöttem. De még mindig tudom, hogy honnan jöttem. Ez a legfontosabb. Nem. És ez nekem baromi fura, hogy ott a Sport utcából veled beszélgetek, akit megint csak nagyra tartok, és elképesztő jó dolgokat csinálsz, és én is szerettem volna, és hogy így hozta a sors, vagy a szerencse, hogy mit talán a szerencse, az biztos olyan, hogy mi most itt ülünk, és ugyanilyen rácsodálkozással találkozom Molnár Piroskával, Benedek Miklóssal, az ország legmenőbb sportolóival, Jennyval, bárkit tudok mondani. Ez komolyan, tényleg ez a csávó? Csak mindig ezt élem meg. És valószínűleg ilyen lehet az is, amikor valaki velem találkozik. Igen. Hogy elmondja azt, hogy találkoztam. Én is nagyon vártam a veled való találkozást, olyan izgatott voltam már ma is, és annyira örülök, hogy megerősítetted azt, amit elképzeltem rólad, és tényleg egy őszinte, nyitott ember vagy. Tehát amiről itt beszéltél, ha valamit aláírhatnék ennek a videónak, akkor 100% őszintesség, és ez nagyon fontos, óriási érték, és sajnos elég nagy ritkaság manapság. Én nem tudom, ez az a dolog, amivel semmit nem kell csinálni. Ezzel nem kell dolgozni egyáltalán. Milyen érdekes, hogy beszéltünk erről a Mark Twain idézetről. Igen, hogy mondom, az nekem bennem a telefonomban. Azért mindig mondj igazat, és akkor nem kell emlékezned semmire. Ha az igazat mondod, akkor nem kell emlékezned semmire. És ez elképesztő, és nyilván vannak azok a szituációk, amikor valaki rákérdez, hogy na mit gondolsz, vannak azok a helyzetek, amikor az ember csúnya szó, nem szeretem a kegyes hazugság, de hogy mérlegelni kell, hogy valójában elmondja le mindent, mert ismerek olyan embert, csak kinek az, ami a szívén, az a száján, és az nem biztos, hogy mindig frankó. Tehát tudni kell pontosan is. Szerintem én általában jó érzékkel érzem, hogy mikor szabad és mikor nem. De hazudni most már nagyon régóta nem hoztam. Inkább nem mondasz semmit.
Mert ez erről szól, amit most mondasz, hogy van, amikor jobb hallgatni. Meg lehet ezt úgy is mondani. Tehát, hogy szerintem a hazudni és a nem mondani igazat között is ugyanúgy különbség van, mint a rossz, vagy a jó, vagy a nem rossz között. Én most mondok egy példát, hogy én mire gondoltam, hogy mikor azért jön a feleséged, a mennyasszonyod, és azt mondja, na, most voltam a fodrásznál, hogy tetszik, és azt mondja, akkor mondhatod azt, hogy Jézusom, ez szörnyű lett, és őszinte voltál, vagy mondhatod azt, hogy hát az előző az nekem jobban tetszett, és akkor mind a kettővel igazat mondtál. Hozzáteszem, hogy a nőknél egyikkel se jövünk ki jól, de hát, ugye, ezt hoztam példaként. Azon elv alapján akarsz létezni, hogy élni, hogyha anyuka boldog, akkor mindenki boldog, akkor azt mondod, amit akarsz. Mi hál' Istennek vagyunk olyanban, és ez fontos, hogy csak egy újabb témakör, vagy megindít egy újabb témát, hogy hogyan építed föl, és te is sokat beszélsz az életedet, hogy merj élni, és hogyan építed föl a környezetet. És ebben van valahol egyfajta tudatosság. Abszolút. És nekem ez a tudatosság így van. Azzal a nővel érek együtt, akinek meg lehet mondani. És aki nem így van, akkor valamit majdnem csúnyán mondtam, de akkor majd nagyon elcseszett. Pontos az a lényeg, hogy meg kell tudni mondani, nehogy már egy napsába kelljen élnem abban, hogy én pont tegnap mondtam valami, oda, hogy konyhai rendetlenségre valamit, hogy mondtam, és akkor felszívta magát, és pattogott egy óráig, vagy kettőig, és akkor nem mi, és akkor mi van? Mi van akkor? Mi van akkor, hogyha valami, egy picit, akkor picit nem jó, picit egy óráig, akkor nem jó. Akkor most egy, mitől félünk? És akkor mi van? Majd testére kibékülünk, vagy nem, de általában nem érdemes haraggal lefeküdni, mert ezt anyukám is mondta, hogy sose feküdj le haraggal, még inkább békülj ki még, és akkor úgy aludjál, mert ez annál rosszabb álmaid vagy élményeid nem lesznek, amikor úgy fekszel, amikor valakivel nem vagy jóba, vagy ha valaki haragszik rá, hogy visszatérjek az erőt. Én évekig nem tudtam emiatt a helyzet miatt aludni rend normálisan. Mert bántott, hogy hiába mondtam, hogy nekem van igazam, és mindenki tudta, illetve sokan tudják, hogy az ember a tényleg az Otellói, azért mondtam a Jágót, ha valamit beültettek, akkor azt beültették. És van ilyen ember is, hogy ezt nem hallja meg a másikat. Nem figyelünk egymásra, nem halljuk meg, és nem fogadjuk el a másikat. Ez nagyon fontos, főleg Magyarországon nagyon nehéz. És nagyon sokan a múltat keresgélik, vagy azon vekengenek a jövőn, ami semmi értelme. Miért? Most úgysem tudom eldönteni. Hány beszélgetés játszunk le a fejünkbe előre? Úgyhogy nem tudjuk, hogy magunkba egyedül. Tehát ez, vajon, ha most, és akkor beszélget, vajon, ha most megmondom neki, hogy a hajam, hát nem kell, vagy azt mondod, amit akarsz, vagy a békét akarsz, háborút akarsz, játsszunk egy meccset folyamatosan, hogy mérlegeljünk, hogy mit kell mondani. Ha egy olyan emberrel élünk együtt, hogy olyan a gyerekem, olyan a barátom, és olyan az a pár ember, aki körülvesz, aki olyan, mint én, hiszen tudatosan építettem magunk körülményet, akkor minden jó. Akkor nem lehet semmi rossz. Lehetnek veszekedések, lehetnek baráti összeszólalkozások, de ettől szép. Képzeld azt el, hogy bárkivel beszélgethetsz, legyen élő vagy holt, lehet hozzád közelálló vagy olyan, akit mondjuk példaképként tisztelsz, de akár még sosem beszéltél vele, leülhetnétek egy padra, ki lenne az, akit választanál és mit kérdeznél tőle, vagy mit mondanál neki? Azt nem tudom, mit mondanék neki, de mert akkor az egy következő, igen, következő pár órán végig gondolni. Az esély, hogy megkaptam, hogy találkozok vele, és leülhetek egy padra, és beszélgetettek vele, igen, az pont elég lenne, és én azt gondolom, hogy ha Marlon Brando mellettem ülne, most akkor így egy darabig csak nézném, és hogy nem is szólalnék meg, és aztán elkezdenék talán vele beszélgetni. Mert én azt hiszem, hogy pont így éltük az életünket, mint mind a ketten, ugyanazzal a lendülettel, ugyanazzal a krafttal. És így sajnálom, hogy vele például soha nem találkozhattam. Nem. Még találkozhattam volna, biztos, de vele úgy szívesen leülnék egy padra. Deniroval találkoztam egy készfolyás elején. Igen. Meg nagyon sok sztárral dolgoztam együtt, és találkoztunk. Brandóval. A terücsülöttem volna egy kicsit. Az egyik kedvenc záró kérdésem az, hogy egy kicsit fantáziálj, légykedves, szerintem ez nem lesz neked kihívás. Tegnap voltál 100 éves, és erre a csodálatos napra, a tegnapi 100. születésnapodra visszagondolsz, ahol ott voltak gyerekeid, unokáid, dédunokáid, ilyen olaszosan mindenki, aki számodra fontos, akiket szeretsz.
és most egy karosszékben ülsz, és visszagondolsz, hogy fú, mekkora volt ez a tegnapi nap, mekkora volt ez az élet, 100 év, milyen gyönyörű, milyen kegyes volt hozzám az élet. És ezen miközben így hálával telt szívvel elmélkedsz, akkor jön egy ilyen fuvallat, és azt súgja a füledbe, hogy 2021-ben visszamehetsz önmagadhoz, és egyetlen mondatot üzenhetsz az akkori énednek. Mit mondanál? Nagyon fura, mert bár 50 éves lettem, és nem érzem, hogy ennyi vagyok, mert legbelül sokkal inkább egy 30 éves, még ereje tejében lévő csávó vagyok, de azt érzem, hogy most már a B oldal forog. Tehát az, ha én 70 éves leszek, ugye az 100 éves biztos, hogy nem lesz, még ha bármilyen teoretikus is a történet, de hogy én lehet, hogy azt mondanám, mert ezt tudom, hogy én egy kicsit türelmetlen vagy, ilyen nagyon forró fejű ember vagyok. Azt mondanám, hogy take it easy. Akkor még egy ilyet játszunk egy kicsit, mert azt képzeld el, félsz a haláltól? Tudod, hogy mondtam, hogy hiszek ebben, hogy... Direkt visszakérdezek, hogy ne a folytatásba reménykedve válaszolj, hanem egyértelműen félsz a haláltól, vagy nem? Köszönöm. Oké, képzeld azt, hogy 30 másodpercet van az életedből, egyet telefonálhatsz, kit hívnál fel, és mit mondanál? Csak egy embert hívhatok fel? Egyet. Szerintem a rezesülődött innen fel, és megmondanám, hogy minden rendben van, és minden rendben lesz, és otthon egy izzó, kicsit úgy dizeg vagy, vagy hogy biluxol, akkor az azt jelenti, hogy ott vagyok. Imádom, és köszönöm, hogy egy ilyen érzőszinte embert ismerhettem meg így közelről is. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél minket. Még az utolsó szó jogán, ha bármit szeretnél mondani, akkor csak nyugodtan. Ha úgy érzed, hogy benned marad bármi, akkor ezt... Nem. Talán annyit, hogy nekem dolgoznom kell még így ezen magam, hogy tényleg türelmetlen vagyok. Én, hogyha valamit akarok, akkor is pontosan ez a forrásban élem az életemet, és így alkotok. Nagyon sok mindent leraktam az asztalra, nagyon sokat alkottam. Legyen ez tárgyi, legyen ez kapcsolati, legyen ez művészeti dolog, de a forró fejűségemnek szerintem még lehetnek áldozatai, és ezt nem szeretném. Úgyhogy, és mondtam, én nem igen szoktam megbántani senkit, mert én nem az ember vagyok, aki egyik este beitalozik, és másnap reggel azzal kezdve, hogy mindenkit körbe telefonál, hogy milyen, én a frankót igyekszem megmondani, de hogy ahogy én figyelek, vagy megpróbálok erre figyelni, ugyanúgy fogadják el mások is, hogy erre én megpróbálom figyelni. És így aztán, amikor belesugja a fülembe, mert pont azt hallottam az imént valaki, hogy take it easy, és azt szerintem én voltam csak már 100 évesen, akkor azt el fogom fogadni. Csináljuk úgy, hogy amikor 70 leszel, akkor újra megtisztelsz, eljössz, addig is szeretettel, csak akkor majd azt fogom mondani, még van 30, igen. És akkor már nem lesz annyira teoretikus a példa, hogy 100 évesen hogy üzennél magadnak. Köszönöm szépen, hogy itt és voltál velünk. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, hogy velünk voltatok, meghallgattatok minket. Hogyha tetszett a beszélgetés és szeretnétek hasonlóakat hallgatni, nézni, akkor iratkozzatok fel a csatornára. És még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és Győző, neked meg nagyon köszönöm az őszinte beszélgetést. És köszönöm.